estét kívánok, hölgyek, urak! Nagy örömmel látlak benneteket, és jó kérdésekkel gondolom érkeztetek, úgyhogy lehet beszélgetni. Mindjárt volt itt egy kérdés még a bekapcsolás előtt, hogy beszélgessünk a lélekről, meg a lélek dolgairól, a nők megérzéseiről, és így tovább. Igen, az volt rá a gonosz megjegyzésem, ugye, de a férfiak is megéreznek dolgokat, mert a nők is emberek, meg a férfiak is emberek. Szóval nem kell egymást annyira túllicitálni, mert az nem biztos, hogy jó lesz a végén. Talán az elején jónak tűnik, mint amikor beugrik a kóboly a kaktuszbokorba, aztán szedegeti a fenekéből a tüskéket, jó ötletnek látszott. Szóval ez az emancipáció pontosan ilyen jó ötletnek látszott, csak ettől kezdve a nőknek háromszor annyit kell dolgozni, mint eddig, tehát annyira nem volt jó ötlet. Ugye, mert erről van szó főképpen, mert hogy ezt valakik nagyon okosan kitalálták, csak a nők ezt megkajálták. Tehát, hogy eredetileg az volt a rossz, nagyon rossz ócska családmodell, hogy a férfiak mentek, hozták a pénzt, a nők meg otthon ápolták a családot, és minden rendben volt, tehát érdemes volt hazamenni, mert volt vacsora, volt gyerek, volt mosolygás, volt mindentől. De hogyha ez nincs, tehát hazamész és csak csapkodás van, meg hiszti van, meg, mert az összes dühödet ott éled ki, amit a főnökkel szemben nem mertél kiélni, na akkor bajok kezdenek lenni a társadalomban, és vannak. Látjuk, nem kell hozzá nagyon lesegetni, mert látjuk. Hát a lélekről beszéltünk, hogy egyáltalán ugye, mi a lélek? Erről nagyon zavaros elképzelések vannak, hogy mi a lélek. Ha tényleg utána olvasol a szakirodalomba, és van ilyen szakirodalom, mert az emberiség, amikor ide költözött a földre, mert nem úgy itt a majomszerűen másztunk le a fáról, hanem ide költöztünk a földre, több periódusban. De volt, hogy teljesen kihalt a lakosság, aztán megint ide költöztünk, lett egy üres bolygó, egy pár ezer év múlva már lakható volt, amikor volt valami tűzözöm vagy valami, és utána mégiscsak elkezdett az élet itten kisarjadni, túléltek magok és elkezdtek szaporodni a növények, vagy az állatok is túléltek barlangokba, itt-ott valamennyi. Tehát elkezdett az élet újra elindulni. Ez nagyon zavaros. Mert ugye például az ika köveken, ica, úgy van írva, úgy keresd a keresőbe, ica stones, ica kövek rákeresel, meg fogod találni, az ilyen indiánok kövekre rajzoltak, ilyen fekete kövekre, és fehérre kifestették. Na most, mi az érdekes benne, hogy az indiánok az ősállatokon lovagolnak például, tehát tiszta Flintstone család. Dino, ne a gazdi az. És tényleg ez van. És ez nem valami képzelgés, hanem ezek vannak. De 10 000 szám vannak ilyenek, találtak rengeteg ilyen feljegyzést. Mert ugye ezek írástudatlanok voltak, meg hülyék, meg műveletlenek, meg még pogányok is ráadásul. Aztán utána hosszas keresgélés után, mondjuk már amikor lemészárolták szinte az összes indiánt, ezek a rettentően felszabadító és a kereszténységet szeretettel terjesztő konkvisztádorok, miután lemészároltak ott mindenkit, ilyen milliószám, tehát durva dolog volt, lemészárolták, akkor utána mi volt a probléma, hogy kiderült, hogy bocsánat, ezek keresztények voltak. Bocsánat, mondta a püspök, hát elnéztük. Hát elnézték, mert hogy akkora nagy hittérítésben voltak, hogy először mindenkit megöltek, és aztán az már nem volt gond. Ez most is így van, tehát nehogy azt tessék gondolni, hogy ez nem így van. Így van a mai napig is. Szeretet nevében mindenki, meg a rend nevében, mert ez a kettő szokott felmerülni, az terjeszti a vallásokat. Tehát, hogy nem ez az igaz hit, hanem az, és akkor a te hited az nulla, az én hitem az igazi, a tied az semmi, téged meg kell ölni, mert neked nem olyan a hited. Persze a gyűlölet kell ahhoz, hogy meg tudjál ölni egy másik embert. Tehát ha nem gyűlölöd, akkor hogy ölöd meg? Hát nincs neki semmi oka. Ja, ha ő egy rohadék pogány, akit meg kell ölni, az más. Vagy pedig goly, vagy pedig mit tudom. Szóval mindig megvoltak ezek a rettenten kedves, aranyos kis jelzők. Ugye a pagánus az eredetileg csak azt jelenti, hogy vidéki. De miért? Mert hogy elindult egy római irányzat a vallásban, vagy egy konstantinápolyi irányzat elindult, ami most Isztambul, elindult, és hogy van ez, hogy nem? Ugye
egyik a másikat kezdtem észárolni. Mert emberből vannak az emberek is. Az emberek mindig jobbak akar, nagyobbak akarnak lenni a másiknál. Tehát nekem jobban igazam van, mint neked. Ezt a családon belül is látjuk, ugye, hogy vannak még igazabb, meg még jobban igaz dolgaid, ugye, vannak ilyenek, ezt látjuk. Én úgy hívom azt, érted, hogy a győzteskedő. Tehát, hogy győzteskedik otthon, állandóan győzteskedik. Ilyen is van. Férfiban, nőben. A nőkben gyakori. Mert azok bizonyítani akarnak. A férfiak nem akarnak annyira bizonyítani. Azok erősebbek, ugye az, hogy mivel bizonyítsa, ha megvered, akkor az a baj, ha nem vered, meg az. Tehát, hogy, mert hogy én ilyet is láttam nőknél, hogy addig nem nyugodott, addig ugrált a férje előtt, még valahogy egy pofon nem kapott, és akkor boldog volt. De ez hülye? Igen. Igen. Nem egyet láttam, hanem sok ilyet láttam. Komolyan. Addig harcolt, addig rángatta, ordítozott vele mindent, kiabált, ameddig föl nem tudta annyira, de ő leszélem, hagyd abba kedvesem, így próbált a férje. Az addig ugrabugrált, ameddig meg nem kapta a fülesét. Megkapta, utána meg minden rendben volt. Utána 3 hétig jól főzött neki, rendesen csinált mindent, utána már megint leszólta, elkezdett vele kekeckedni. Ez ment, annyiszor láttam, de annyiszor, tévét szerettem gyerekek 12 évig. Az belelát az emberek életébe. Ott voltam a családon belül. 3 percig tudnak csak megjátszani. Tehát a színdarabjukat elő kell nekik adni. Biztos is. Csin, ezt láttam. Nem az, hogy ennek helyeslek, vagy annak helyeslek, vagy nőt megveri, az helyes. Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy láttam. És ez a lényeg, hogy láttam. És lehet, hogy nem értettem vele egyet, de úgy azért elcsodálkoztam, hogy ez azért tényleg láthatóan mindent megtesz azért, hogy valahogy csak kiprovokáljon egy fülest. Komolyan? És az volt az érdekes benne, hogy a férje nem akarta bántani. Eszébe nem volt. De hát visszatérve a lélekre, bennünk van egy lélek, most a léleknek nincsen igazán neme. Tehát nem férfi lélek, meg női lélek, szóval ilyen nincsen. Nőire van a jumper állítva, vagy férfire. Tehát, hogy master vagy slave a diszked. Azt már a lányok nem annyira értik, de van hátul egy ilyen kis jumper, amit át lehet dugni, hogy mester vagy szolga. Tehát, hogy erről tölt be a rendszer, az a master, és akkor a többi az csak slave. Lehet több diszked a gépbe, de mindegyik slave-re van állítva, mert azok a másodlagosak, az a lényeg. Hogy van egy primér, ő az, aki parancsol, őről a tölt be a rendszer, és így tovább. Na most itt is arról szól az egész, hová van állítva egy jumper a lelkedbe, hová van állítva a lelked, férfire vagy nőre, azt te tervezed meg, hozzáteszem. Ezek nem büntetések. Tehát az, hogy te nő leszel, vagy férfi leszel, azt mielőtt megszületsz, már eldöntöd. Tehát nehogy azt gondolod, hogy az nincs eldöntve, az abszolút el van döntve. Sokszor lehet látni, és erre vannak példák, csak nem igazán közkeletűek. Például a hölgyek nekem sokszor mesélték, hogy mielőtt a gyerek megszületett, amíg mielőtt megfogant, az volt a nagyon érdekes, mielőtt megfogant a gyerek, vagy amikor megfogant, ez változott, vagy már közvetlenül a fogantatás után, de bejelentkezett a gyerek. Bejelentkezett a gyerek, többnyire még semmi nem volt, még nem is ismerte a lövőlegényét, tehát akkor bejelentkezett nála egy gyerek, és látta olyan 3-4 évesen, úgy szoktak a lelkek bejelentkezni, hogy fogok kinézni én 3-4 évesen, amikor a legtündéri pofa egy kislány vagy egy kisfiú. Mert akkor már olyan fiúsan néz ki, már lányosan néz ki, szóval csajos már, meg mit tudom én, már mozgásában, mindenben, már illeget, billeget a tükör előtt. Hát az úgy normális. És az benne az aranyos, hogy ezeket előre látták az édesanyjuk, az édesapjuk is sokszor, nagyon sokszor. A férfiak ritkábban mesélik ezt el, de azért már mesélte nekem vagy 20-30 férfi, hogy őnek is bizony bejelentkeztek a gyerekek sorba. Tehát amikor születtek a gyerekek, előtte bejelentkeztek nála, és beszéltek hozzá, igen, hogy te leszel az én apukám, meg ilyenek, vagy anyukám, ennyire beszélt hozzá, vagy nem mondta, hogy te leszel az anyukám, csak ő már egy kész szituációban volt, egy későbbi szituációban. Az benne nagyon érdekes, hogy ez sokszor egy déjà vu, vagyis hogy egy ilyen jövőlátás, mert hogy később megtörtént szituációt játszik el vele a gyerek. Tehát amit aztán egy az egybe
meg fog történni, mondjuk 5 éves korában, vagy 3 éves korában a gyereknek. Most még kélyes terve a gyerek, vagy még az se, és még már megvan az életterve, és már tudja, hogy ki lesz az apja, az anyja, mindent tud. Ja, hogy fiú lesz, vagy lány, mert fiúnak, vagy lánynak jelenik meg, ugye? Ez benne a lényeg. És hát én annyira tudtam, hogy nekem a fiam bejelentkezett, és annyira tudtam, hogy már neve is megvolt. Érdekes, hogy a születési dátuma is megvolt, ami aztán a neve lett. Mert hogy 25-én láttam, hogy meg fog születni, és 19-én már megszületett. 25-én viszont a névnapja van, mert hogy a nagybácsikája volt Bertalan a fiamnak, és az akkor így jelentkezett be. Tehát már én biztos voltam benne, hogy jön, sőt, nem maradt meg egy kislányunk, és amikor azt eltemettük, aznap mondtam a feleségemnek, hogy ne sírják kedvesem, nem kell egy év, és lesz egy gyönyörű fiad, és az meg fog maradni, és fel fogjuk nevelni, és minden rendben lesz, és az történt. Úgy történt, ahogy elmondtam neki. Meg lehet őt kérdezni, hogy ez így volt-e, mert így volt. Na most azért ilyennel nem játszik az ember. Azért gondolj bele, hogy aznap temettük el a kislányunkat, ért 6 napot. És akkor temettük el, koraszülött volt, 700 grammal született, akkor még nem tudták ezt életbe tartani igazán. És most már életbe tartanak 700 grammosat, de akkor még ez nem annyira jött össze abba az időbe, 32 évvel ezelőtt, még nem volt 30 évvel ezelőtt, ez nem volt annyira divatban még. A módszerek rosszak voltak. A módszerek azok jó szándékúak voltak, mint amikor infralámpát raktak a inkubátorok fölé, az egy jó szándékú volt, a csirkék fölé is infralámpát raktunk, és az nagyon jó volt a kis csirkéknek, nagyon jó volt, mert melegítette őket, milyen jó. Igen, csak egy nagy baj volt, kiégett a gyerekeknek a szemét. Mert a kis csirkének oldalra néz a szeme, így, a gyereknek, amikor hanyat fekteted az inkubátorba, akkor bocsánat, fölfele néz a szeme. Úgyhogy belenézett végig az infralámpába, azt mind megvakultak. Hát aztán mondták, hogy bocsika, tehát jó ötletnek látszott. Ez se volt jó ötlet, mint a kaktuszbokor. Ilyenek vannak. És most, hogyha igazából felelősségre vonták volna, mert szerintem soha nem vonták felelősségre ezt az ötletelőt, akkor mi lett volna? Mert nem vonták felelősségre. Ez benne a szörnyű, hogy nem. Visszatérve a lélekre, ugye mi lehet a lélek? Alapvetően egy nagy keveredés van ebben, mert ugye transzcendens dolgokról beszélnek. Transzcendens az megfoghatatlan, mint a rádióhullám. Tehát fizikailag így nem tudod megmarkolni, úgy értem, a megfoghatatlan. Tehát nem lehet fél kiló lelket kimérni egy lapáttal, mondjuk. Tehát megfoghatatlan. Így gondolják, de közben nem. Van neki anyagi része, és van neki szellemi része. Mi az a szellemi rész? Az a szoftver a számítógépben. A program. A program az nem nehéz, az a vasáró, az a nehéz. Úgy hívják, hogy hardware. A hardware az az angolban a vas és edény volt. Például az hardware volt, tehát az vasáró volt. És a számítógép az csak a vasáró. A lényeg mi? A benne lévő program. Hogy mit teszel rá, milyen programot, az szerint lesz írógép, vagy adatfeldolgozó, vagy frasz tudja micsoda, zenélni lehet vele, vagy filmeket nézni, és így tovább. De az a lényeg, hogy van a léleknek is egy megfogható része, persze nem tudod megfogni így azt se, mert az egy ilyen mikronos porszem, úgyhogy nem tudod csak úgy megfogni, aztán elkapni. Már csak azért sem, mert például ezen a vaslemeztetőn lazán átmegy. Tehát ez ami itt fölöttünk van, ez egy ilyen vaslemeztető, és na ezen úgy megy át, mint hogyha az ott se lenne. Tehát a lélek egy meglehetősen érdekes valami. Persze, mert saját térforrása van, tud a nem térnem időben is közlekedni és megmaradni, és így tovább. Tehát nagyon jó. Ezek a lélek szellák, amik itt vannak mögöttem, így pattog benne az információ, az a lila vonala mentén száguldoznak benne az információk. Tessék észrevenni, hogy azt mondja a magyar mondás, hogy mit forgatsz a fejedbe. Tehát forgatod az információt a fejedbe, úgy működik, hogy forgatod. Sőt, ezeket a lélekcellákat is, ha mikroszkóp alatt megnézed, lehet már látni egy rendes mikroszkóppal, mondjuk nekem van két olyan mikroszkópom, és 1200-at tud,
és azzal már meg lehet nézegetni, ilyen 800-szoros nagyításban kiválóan meg lehet már nézni a lelket. Ez egy ilyen fortyogó valami. Na jó, hát nem úgy van, hogy fogsz egy fékülő lelket és alárakod, persze ez nem így működik, mert a lélek individuális. Most nekem volt egy ilyen lélek, akivel én beszélgettem a túlvilágról, meg a túlvilággal. Tehát az ott lévő valakikkel üzeneteket adtam át, meg vettem oda-vissza. Egy ilyen lelkem, ez egy ilyen segítő volt. Erre engedély volt, nem szabad engedély nélkül ilyet csinálni, de erre volt engedély a nagyfőnöktől, a régi nagyfőnöktől, meg így meg lehetett csinálni. És az volt benne az érdekes, hogy ez sikerült alá imádkozni a tárgylemezemre, a mikroszkópomnak, alá tudtam, hogy de gyere, nézzél meg, mert hogy le akartam fényképezni, de azt nem hagyta. Aztán utána nagyon megsértődött, mert le akartam fényképezni, és akkor utána már levettem a fényképezőgépet és a mikroszkópról, de hagyd nézegesselek. Aztán visszajött egy olyan, jó fél óráig imádkoztam, de közt visszajött. A lényeg, hogy le is rajzoltam, amilyennek láttam. Ezek a cellák, amit láttál az előbb, a lélekcellák. A sok ilyen van benne, 1,6×10^23 lélekcella van egy emberi lélekben, az nagyon sok lélekcella. Igazából van egy olyan szerkezete a dolognak, hogy van egy külső védőrendszer. Úgy gondold el, mint egy cseresznyét, azt mindenki el tudja gondolni, hogy milyen egy cseresznyét. Úgy gondold el, mint egy cseresznyét, van neki egy külső héja, aztán van a húsa, aztán a magjának egy nagyon kemény héja, és alatta bent a lényeg ott van belül a magjába, ugye, mert ott van a következő generáció, tehát ott van a következő cseresznyefának a kiindulási csírája. És a lélek is hasonló szerkezetű, tehát van neki egy külső védőrendszere, aztán van egy olyan része, amiben a lélekcellák vannak, és aztán van egy tudat alatti része, ez körben tudat alatt van, úgy gondoltam, mint a cseresznyét, van egy nagyon erős és nagyon jól megtervezett védőrendszer, ami tényleg nagyon nagy dolgokat is kibír, tehát nagyon szívós, mondjuk azt, hogy elpusztíthatatlan. Ez az a tudat alatti része, az az isteni rész. És abban 5400 emberi élet, 5400-120 éves emberi élet fér el. Pontos legyek 5430, tehát akkor is rengeteg. Tehát ha valaki azt képzeli, hogy az ő kis feje, a gyereket nem szabad tanítani, mit tudom én, 3 évesen vagy 5 évesen olvasni, mert a kis fejecskét megtereled, és jaj, de szörnyű lett, az egy hülyeség. Mert ha játékosan tanítod, mint egy akármilyen játékot, akkor a gyereknek ez könnyen megy, és az élet is könnyen fog neki menni. Tehát nem kell neki végig kínlódni a dolgokat, másokat majd végig kell kínlódni, mert a sztereotípiákat ugye meg kell élni. Most itt vannak ezek a lélekcellák, és a léleknek a magja, és ez a léleknek ez a magja az, ami a belsejében tartózkodik, és ez a tudatalatti rész, ez egy, azt mondtam, hogy ebbe tárolódik el minden, maradéktalanul megvan benne. 16 érzék tárolódik benne, és ebből egy, az az 5 érzék, amit mi ismerünk. Figyeltél? Tehát 16 érzék van, és a 16 érzékből egy az az 5 érzék. Tehát mind az 5 az még csak az egyikhez tartozik. Nagyon bonyolult rendszer. Tehát sokkal több dolgot tudsz, és sokkal több dolgot vagy képes megtanulni, megcsinálni, mint amit valaha is elképzelsz erről. Ez jó, hogy így van. Tehát ha nem vagyunk hülyék, az jó. És ha az érzékeink is több érzékünk, az is jó. Hát, miért ne lenne az jó? Na most az van, hogy ezek nincs mindegyik bekapcsolva, de legalábbis a te tudatodban nincs bekapcsolva, és ezért erről te nem is tudsz. Néha történik veled valami, amivel nem tudsz mit kezdeni, na ez ezekkel az érzékekkel történik, mert belelátszom dolgokba, ami eddig nem szoktál. És akkor rohangálnak a pszichológushoz, mert csináltam a sejtosztodást ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, ültem egy fotelban, és azon meditáltam, hogy hogy osztódok én, mint egy sejt. És tehát nézegettem a sejtmagokat, hogy hogy osztódok szét, és mit tudom, ezt próbáltam modellezni magamon. Érdekes történet volt,
Rá egy olyan egy hónapra megjelent nálam egy fizikus haverom, aki azt mondta, hogy képzeld el, mit láttam, mit álmodtam. Hát ilyen nincs. Ültem egy fotelba, és kettével osztottam, mint egy sejt. Na jó, 500 méterre lakott arra a Vörösvári útnál közelben, és képzeld el, hogy ott is látta az én meditációmat. Mert ez egy olyan lélek volt, akinek volt vétel erre, mert nem mindenkinek van. Persze aludtak, olyan volt. Volt olyan, annak idején valamikor nagyon sok 8-féle meditációs kazettánk volt, és a 8-féle meditációs kazettával volt, hogy megvette valakit a meditációs kazettát, és elment vele haza, meditált, nem látott semmit. Jött vissza bánatosan, hogy nem láttam semmit. Megint jött egy hét múlva, nem láttam semmit. Mondom, jött 3 hét múlva, ilyen nincs. Átjött a szomszédasszony, és elmondta a meditációt. Tehát a szomszédasszony, aki a szomszéd családi házban lakott mellette, délután lefeküdt aludni, már kész volt az ebéd, vagy vacsora, aztán lefeküdt aludni, ott a heverészet, és elaludt. És erre föl az egész meditációt A-tól Z-ig láttam. Én ilyen gonosz angyos üldöző kazettának is hívtam, az is nagyon érdekes eset volt, hogyha Palinak mondtam, mert nagyon gonosz angyosa volt, állandóan pörölt vele, vonta magáért, és ilyen kiállhatatlan angyosa volt. Ilyen nyughatatlan, kiáltatlan anyosa volt, mindig igaza volt, mindig harcolt. A férjét már sírva tette, aztán a vejét is megpróbálta sírva tenni, mert ez egy ilyen program volt nála valahogy. És nagyon aranyos volt, mert mondtam, te figyelj, tedd be a kazettát, csontra halk is lesz, semmi ne haladszon. És egy márkás lejátszója volt, nem nyekerget, nem ez a semmi. És olyan lejátszója volt, hogyha beraktál felvételre egy ilyen, akkor itt voltak ilyen magyar polimer kazetták, így beraktad, hogy rávegyél, egy hangyányi próbafelvételt csinált rá, aztán a kazettát így kidobta, kiköpte magam. A magnó. Volt benne egy ilyen kidobó szerkezet, hogyha nagyon szar kazettát rak meg, akkor kiköpte. Ezt adnak el, akinek másnak, ez nem egy kazetta, ez egy szemét. Tehát nagyon érdekes, a polimer kazettát is úgy kiköpte, így kirepült bele 2 méterre. Én olyan jót rögtem rajta, hogy nagyon. Mutatta nekem, hogy na nézd meg. Na azt ez a barátom betette a kazettát, jön be az anyossa, mit üvöltetett ez a rohadék magnót, mit üvöltetett ez a magnót? Hát mama, nem szól a magnó. Mama teljesen meg volt lőve, mert tényleg nem szólt. Tehát be volt kapcsolva, forgott, de ezt a mama nem látta. Igen, de a fejébe szólt a meditáció, és a gyűlölet összeütközött vele, tudod, mert ő nagyon akar gyűlölni. De mit keres itt a szeretet? Hát én gyűlölni akarok, hát mi ez a szeretet zene meg, mi ez az egész? Hát persze, mert ő abban érte ki az életét, hogy mindenkit állandóan legyőzött, és mindenkit leugatott, leacsarkodott, így érte az életét. Hát néha bejön, néha nem. Ez a kazetta nagyon jó volt, mert utána a mama aztán hazaköltözött. Mert ő rájuk szívta magát, de aztán hazaköltözött. Még 3-szor fölrakta a kazettát, mama hazaköltözött. Nem értette a dolgot, de hazaköltözött. A lélekcellára csak véletlenül hasonlít a korona geometriájában? A lélekcellára nem véletlenül hasonlít a korona geometriájában, bizony nem. Ugye, majd mindjárt kitérünk rá, tehát a lélekcellákban forgó információ az nagyon furcsa útvonalakon olvasódik ki, és igazából te nem az agyaddal gondolkodol, mert most ezen görcsöl az egész tudományunk, hogy az agyunk, hogy tárolja el az információt, hogy terjed az idegszálakon, az axonokon, akkor hogy alakul át kémiai jellé, megint elektromos jellé, szóval ezen görcsöl az egész tudományunk, úgy szar, ahogy van, nem jó, nem így működik. Nem így működik. Van az agyunkban egy nagyon nagy kapcsolatrendszer, van egy átviteli rendszer, igen, de ez csak egy telefonközpont. Nem a lelked gondol, vagy nem az agyad gondolkodik, hanem a lelked. És ha a lelked nem gondolkodik, akkor az agyad magába üzemképtelen. Nincs benne központi egység egyszerűen. Nincs benne. És ez a testen kívüli élmény, mert tessék észrevenni, hogy ha nem lenne testen kívüli élmény, hogy az agyfehérjét tárolná az információt, meg azzal látnál, meg, hát de nem azzal látunk. Az csak egy átviteli rendszer. De hát nem az tárolja el az információt. Képzeld el, így van. Nagyon zíros. Tudom, hogy a biológusok mindenféléket kaparnak most magukba, de essék nekem elindulni, hogy nem úgy működik.
nem is, ráadásul nem is elektromos jelekkel működik. Én egy esetben már azt néhányszor elmondtam, de elmondom még egyszer, mert nagyon fontos, hogy rengeteg UFO-s élményt mondtak el nekem, ugye, mert hogy sokkal többet, mint egy átlag embernek, mert hogy az UFO magazinnál már nagyon régóta vagyok szerkesztő, vagyis hogy hát nem vagyok semmi, de írom a cikkeket, szóval így mondhatjuk, de most már 20 éve, 25 éve régen írogatom a cikkeket ott, és ezért hozzám sokszor eljönnek, hogy szeretne nekem elmesélni valamit, mert tanácsot akar kapni. Mert ha valakinél megjelenik mondjuk egy földön kívüli brigád az ágya mellett, akkor nagyon összecsinálja magát. Mondjuk nagy fehér fényt lát a szobába, vagy a gyerekszobába, vagy a mit tudom én, hát akkor mint az anyatigris berohan, vagy apatigris berohan a gyerekszobába, és az a nagyon érdekes, hogy a fehér fény így eltűnik. Tehát így összehúzódik egy ilyen kis tűzében, és eltűnik, kész. Ilyen fény nincs. Vedd már észre, hogy ilyen fény nincs. Ez nem is köd, bár olyan ködnek látszik egy kicsit, de világító köd. De maga a köd világító, nagyon érdekes. De ez nem ködfény, meg nem az elektronikából ismert ködfénylámpa, meg nem. Ez egy nagyon erősen fehéren világító valami. Ez a negyedik dimenziós állapot, ami ott lép föl abban a helységben, lokálisan is meg tudják csinálni. Fantasztikus. Tehát csak azon a kis helyen, abban az egy szobában van, és utána nagyon érdekes dolgok történnek, és ezek elmesélik ezeket a dolgokat nekem, ezek az emberek, hogy mit tudom én, ment az úton, és akkor egyszer csak megemelkedett a Trabanttal együtt, és fölrepült vagy 5 méter, 10 méter magasra, aztán visszakerült az útra, de 180 fokkal lefordítva. Tehát pont ellenkezőleg állt a kocsi orra, mint amerre ment addig. Aztán így letették, a Trabant kibírta, túlélte. Aztán volt olyan, hogy elvittek egy nőt, azt a 6-os útról vitték el, de az is hogy volt. Elvitték Trabantostól úgy, ahogy volt. Tehát így a Trabantot így megemelték az útról, és a nő egy ilyen szántásba tért magához. Na jó, de 100 méterrel legalább az úttól, hát odáig nem tudott elrepülni, szóval szölezs már el. Hát így nem tudott elrepülni, hogy eltévedt és elkormányzott, és így beszéltem azzal a zetorossal, aki kiúszta aztán onnan, mert ez egy mély szántás volt, azt onnan nem tudott kijönni. Ott lehetett látni, hogy próbálkozott ilyen. Ezért azt mondja, a zetoros mondta, hogy onnan az nem tud kijönni a mély szántásban, nagyon puha volt a talaj, és hiába minden nem tudott kijönni. És akkor erre föl a zetoros kiúszta reggel, mert bement gyalog a faluba, és akkor talált magának hajnalba egy zetorost, és akkor azt kiúszta onnan. Na de 100 méterre hogy került be? Ja, és égett a lámpája. Tehát úgy ébredt föl, hogy a lámpája égett, már kicsit halványabban, de égett a lámpája. A motorja nem ment, de égett a lámpája. De most az is érdekes, hogy mit tudom én, azt mondja, hogy elhallgatott a rádió, megállt az autóban a gyújtás, minden, ami elektromos, elhallgatott, megdöglött, nem működött semmi, tehát se fényképezni, se telefonálni, semmit nem tudtál csinálni, nem az elem romlott el, nem az akkumulátor merült ki, nem, nem és nem. Mert amikor véget ért az esemény, minden működött újra. Na most, hogyha kimerült volna az akkumulátor, kitöltötte újra, ez a kérdés. Tehát aki nem ért az elektronikához, hülyeségeket tud beszélni, de higgyétek el, hogy ilyen nincs, hogy fogja magát az akkumulátor, azt újra tele lesz. Ha egyszer csontra kimerült. Tehát ilyen, azt felejtsd el. Igen, tehát kimerült, megállt, tönkrement, nem működött. Na most azt mondja nekem a Pali, és akkor én kiszálltam az autóból. Nem tudom, figyelsz? Hogy kiszálltam az autóból. Hogy szálltál te ki az autóból? Ugye, mert hogyha az idegszálakon elektromos impulzusokkal lépkedsz és mész, és elektromos impulzusokkal gondolkodol az agyadba, akkor hogy van ez? Most akkor, ha az összes elektromos szar, amilyen kulturális szarod mind megdöglött, tehát az autód, a rádiód, a telefonod, minden meg elhallgatott, zseblámpa nem működik, semmi nem működik. Tehát ami ezzel az elektromos árammal megy, mint amit mi használunk, az nem működik semmi. Az azt jelenti, hogy valami nem stimmel ezzel az egész elmélettel. Na ezért mondtam, hogy nem az agyaddal gondolkodol, az agyad az a háromdimenziós testednek
a kiszolgálására szolgál, tehát ezt a testet vezérli, de nem azt jelenti, ez csak egy átalakító, egy konverter, egy transformer, vagy mi a fenét mondjak rá, transformátor, de nem ilyen tekercses transformátorra kell gondolni. Tehát egy átalakító rendszer, ami átalakítja a lelked számára emészthető impulzusokká a tapasztalt és látott, hallott, stb. Információkat, és utána a másik fele visszafele is működik, és a szemed is működik visszafele. Tehát az benne az érdekes, hogy a szemed is működik visszafele. Tehát nem csak bemenet a fénynek, és akkor képet látsz, nem, kifele is működik. Tehát képet tudsz közvetíteni a szemeddel a másik ember számára, olyan mértéktelenül gyorsan, hogy ezerszer gyorsabb, mint a beszéd. Tehát ezért a földön kívüliek már nem beszélnek nagyon. Ma tudnak hangot adni, mint a Wookie a Csillagok háborújában, de nem beszélnek. De a Wookie azért űrpilóta volt, azért hozzáteszem. Szóval azért annyira hülye nem volt, hogy egy űrhajót el tud vezetni, akkor ilyen ősember nem tud elvezetni. Bocsánatot kérek, na. Tehát lehet, hogy nem beszélt, de azért nem volt hülye. És ez volt a lényeg az egészben, hogy másképp kommunikál. Van a szemtől szemben, meg az agyról, a lélekről lélekre metakommunikáció. Most ő másképp kommunikál, másképp cserél információt egy másik lényjel, ez nem azt jelenti, hogy nem tud megtanulni beszélni, meg tud, ha akar, meg tud. Tehát vannak is ilyen tolmácsok, akik a Földdel már nagyon foglalkoznak, és akkor ők doktori disszertációt írnak angolból. És úgy beszél angolul, mint egy angol, vagy magyarul, mint egy magyar. Teljesen jó beszél. Addig nem nyugszik, meg nem tud rendesen, mert ez benne az érdekes. Tehát nem adja föl könnyen, nem makog össze-vissza, hogy én beszélni kicsit törve magyarni, hanem rendesen tud magyarul beszélni. Ami egy nagyon nehéz nyelv, még a földön kívülieknek is azt mondták, hogy nem könnyű megtanulni magyarul. Mondták, mert hogy a földön kívülekkel lehet találkozni, meg beszélni is. Szóval azt mondják, hogy hát ilyen harmadik típusú, meg negyedik típusú találkozásról sem. Hát gyerekek, itt Magyarországon hát hetente legalább 1000 ember találkozik földön kívüliekkel. Legalább 1000 ember. És nagyon sokat el is hordanak innen a földről. Elviszik. Egyszerűen elviszik. Nem jön vissza soha büdös életbe többet. Elvitték. Keresik. Nem a kukoricás bástákkal. Olyan is van, de ezt nem. Ezt elviszik. És akkor ő egy másik bolygón folytatja. Mert ezt a fajt ki megvizsgálják, egészséges, minden rendben van, és akkor viszik el. Hát olyat nem visznek el, aki genetikailag olyan mértéktelenül sérült, azt miért vinnék el? Csak a bajt viszik el maguknak. Szóval nem viszik el, de kiválasztják az egészségeseket, és elviszik, megkérdezik tőle, hogy ma akarsz ide menni? Megmutatják neki. Ilyen bolygó, szép bolygó, nem leszel szegény, minden lesz, kaja lesz, minden lesz, akarsz ide menni? És ha szegény ember, de egészséges, akkor azt mondja, persze, vihetem a gyerekeimet, persze. És akkor viszi az egész családot, egyszer csak házastól eltűnni. Nagyon érdekes, Svájcban volt ilyen, hogy a kukoricaföldön egy ilyen úszómedence, egy nagy téglalap alakú gödör keletkezett, de olyan merőlegesen derékszögbe vagdosott gödör, hogy csuda. Várjatok, kukoricástól minden estől hiányzott egy ilyen másfél méteres gödör. Hiányzott a kukoricás közepén. Várjál, nem volt semmilyen traktornyom, gépnyom, földszállítási nyom, szóval semmi, nulla. Így elvitték az egész földet A-tól Z-ig. Mint egy ilyen, kivágtak egy ilyen kockát, azt elvitték az egészet. Ezt meg tudták csinálni. És nem egy ilyen volt, hanem több ilyen is volt. Nem tudnak vele mit kezdeni, a hatóságok végleg nem tudnak mit kezdeni, mert a hatóságok, ugye azok a sztereotípiákban gondolkodnak. Tehát megvan neki a dobozkája, aztán abban tud gondolkodni. Földön kívüliekkel nem tud. Tehát számtalanszor megjelentek nálam pilóták is, sokszor, sok pilóta. Hát mondjuk legalább, ismerek itt személyesen legalább 30 olyan pilótát, aki látott földön kívülieket, űrhajókat, közelről, úgyhogy így látta a szomszéd, az ablakon keresztül a szomszédba, ott repül egy földön kívüli, azt integettek egymásnak. Hát most mit mondjak erre? Azt repült vele, mit tudom, ment Münchenbe, és akkor utána ott repült vele végig.
És semmi baj nem volt neki, nem bántották, csak jött vele, hülyeskedett vele, integettek egymást, barátkoztak. Nem voltak vele barátságtalan, szerencsére. De lehetnének. Olyan fegyvereik vannak, hogy az összes fegyverünk egy krumplipuska. Tehát egy vicc. Tehát ha ők tényleg gonoszok lennének, már rég eltöröltek volna minket a földszínéről. De nem biztos, hogy gonoszok. Vannak bennünk olyanok is, mint mindenhol, az emberek között is vannak, nincsenek? Van itt is. Tehát visszatérve magára a lélekre, az érzékszerveink a lelket töltik meg információval, és gyűjtött befelé az összes információt, amikor alszol akkor is, az az érdekes. Tehát akkor is töltöd befelé az információt, és kifele is adod, folyamatosan adod. Tehát az, ami a lelkedben van, ez egy érdekes holografikus adó, tulajdonképpen az univerzum minden pontja ilyen. Az univerzumnak bármelyik pontját, létező pontját kell venni. Tehát nem azt jelenti, hogy bármelyik, rosszul mondtam a bármelyik pontját, hanem minden létező pontját. És az univerzum nem létező pontoknak a sűrű, anyagszerű halmaza, szóval ne így gondold el, hanem vannak benne létező pontok. Ezek mind időforrásocskák, és ezek az időforrásocskák gyakorlatilag minden egyes időforráskocska az egész történelmet és tudást és mindent, ami csak a Földön ma tudnak, azt az egy kis pont is el tudja hordozni. Ja, tehát a lelked is, hát azon csodálkozni, hogy egy mikrondos kis porszembe, hogy lehet elrakni egy élete, színes kép, sztereó hang, sztereó kép, információ, hogy lehet azt elrakni? Hát hány izére fér rá, hány Winchesterre fér rá, meg mit tudom én, csak így gondolkodik. Nem tud másképp, így tud gondolkodni. Nem úgy működik. Másik elvről van szó. Nem arról az elvről, amit te ismersz, mert ha ezt ismernéd, akkor már kitörtél volna a kalodádból. Azért nem tudsz kitörni a kalodádból, mert csak kaptafára tudsz gondolkodni. Az igazi kutatók és felfedezők, azok attól lesznek igazi kutatók és felfedezők, hogy kimernek lépni a szokványból. Az baromi veszélyes, aki lépsz, az hozzá kell tenni. Tehát gondolj bele, a középkorban valaki kilépett a szokványból, Galilei, tudom én, kicsit lépett ki a szokványból, csak egy kicsit. Azt merte mondani, hogy nézzetek már bele a távcsőbe, ott lehet látni a Jupiter körül keringenek a holdak. Négy hold látszott az ő távcsővébe, a nagyobb Jupiter holdak látszottak. És akkor, na hát nézzetek bele a távcsőbe. Hát nem néztek bele. Ugye, hanem megvádolták őt mindenfélével, ugye, mert hogy minden a Föld körül kering, olyan nincs, hogy valami más körül kering, olyan nem létezik. Na most ez egy heliocentrikus világkép, amit most mondok. Aztán volt először a geocentrikus világkép, ez az, amikor minden a Föld körül kering, aztán volt a heliocentrikus világkép, minden a Nap körül kering. De ez ugyanolyan rossz, mert nem a Nap körül kering. Aztán a galaxis központja körül kering. Igen, de közben még kering a metagalaxis központja körül is. Tehát sokkal másabb az egész. A bolygók azok nem ellipszis pályán keringenek, ugye, aminek az egyik fókuszpontjában a nap áll. Én ismerem ezt a törvényt, csak egy nagy baj van. Nem igaz az ellipszis pálya. Mert közben az egész a nap úgy, ahogy van, szuzámen az összes bolygóval együtt, megy egy irányba, és közben körülött a bolygók ilyen spirális pályákon keringenek. Szóval tök más az egész, mint amit mi erről elképzeltünk. Minden más. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes gondolkodni, meg jaj, de szörnyű, mert minek is tanulom én meg, mert holnap már úgyse lesz igaz. Tehát ezt így rossz felfogás, nem így kell. Hanem tudjad azt, hogy most így gondoljuk, de lehet, hogy holnap majd másképp. Tehát új felfedezéseket csinálunk, új dolgokat csinálunk, újra gondoljuk a dolgokat, és megint jobb lesz az egész. Tele Rede mondta az előadásában, hogy hölgyek, urak, amióta én a fizikát tanultam, azóta gyakorlatilag minden tétel ebben megdőlt, kivéve talán a fénysebességet, de az sem biztos. Ugye? És már akkor, amikor ő ezt mondta, már rég megdőlt a fénysebesség, mint korlát. Pont az Einstein döntötte meg, csak az einsteinisták ezt már nem vették, mert ők elakadtak az egyenlő öbszer szénézetnél, és hát nem értette azt se, csak ezt bemagolta, és ettől kezdve egy még hülyébbhez képest ő okos, hát négyzet, milyeneket mond ez, hú, ez nagyon okos.
C négyzet, hú, mi az a C, mi az a négyzet. Hát a nagyon, a WC négyzetet talán értenéd, de a C négyzetet... Térsűrűség függő. Térsűrűség függő. Térsűrűség függő, igen. Sűrűbb anyag van a tér is sűrűbb? Sűrűbb anyag van a tér is sűrűbb. Na, nem. A szálba lassabban halad a fény, mint a szabadban, nem? A szálba azzal nem lassabban halad a fény, hanem iszonyatos gyorsan halad a fény. Az időszálakban nem üvegszálban. Fény a fenét, üvegszálban másképp lassabban halad a fény, igen. Üvegszálban lassabban halad a fény, 200-zal megy körülbelül. És még ráadásul így pattog is benne, szóval ilyen. Csak hogy úgy találták ki ezt a száloptikát, hogy most az a részdrótok helyett sokkal jobb, hogy, hogy egy üvegszálot még bevonnak egy másmilyen fénytörésű üvegen áthúzzák, olvadt üvegen, az rárakodik, mint egy festék kívülről, aztán még egyszer áthúzzák egy harmadik félén, és akkor a fény nem pattan kifele belőle, nem veszik el, hanem mindig szépen így visszakanyarodik lágyan a szál belseje felé, és így nagyon messzire el lehet vezetni. Ilyen infravörös lézerekkel szoktak kommunikálni, és az az infravörös lézer az nagyon messzire ellátszik ezen a száloptikán keresztül, és működik. Hát azon is át lehet vinni, nem a hangot viszik át közvetlenül, meg ilyen, hát aznak már nem sok értelme van, hanem digitális jeleket visznek át, és őrült mennyiségű információt lehet rajta átküldeni. Azért lett lehetséges itt Magyarországon is, hogy elkezdték följebb hozni a frekvenciákat. Ugye mondjuk az internet frekvenciákat ezért kezdték el följebb hozni, és akkor te már filmet tudsz nézni. Lehet, hogy ennek valami egészen sunyi rossz szándék az indítóka, ugye, hogy téged mindig meg tudjanak figyelni még a klotyón is. Szóval lehet, hogy ilyen rossz szándéka van, csak ezt te még nem látod át. Tehát mindig valami jó szándéknak van átszázva a legnagyobb gonoszság is, tessék majd észrevenni. Csak észre kéne venni. Tehát a fiatalok nem tudják észrevenni, hogy a zsebébe hordozza a telefont meg a lehallgatót. Esze ágában is. Nincs neki semmi jelentőség, hogy a Mariskával mit beszélget, vagy a Józsikával, vagy a haverjával, nem nagy jelentősége van. Egészen addig még valaki egy olyan rendszerváltozást nem indukál ki, mondjuk mint egy fasizmus, ahol már mindenkit megfigyelnek és kordába tartanak, és ha valaki nem úgy ugrabugrál, ahogy fütyölnek, akkor megy a lecsóba. Ugye ez egy, a diktatúrák így működnek. Minden diktatúra így működik. Most szerencsére itt nincs ilyen diktatúra. Én még emlékszem rá, hogy nekem az összes levelemet fölbontogatták, pláne avval szórakoztam, hogy Bécsbe ment a haverom, és akkor, mert ott lakott, és akkor írtam magamnak egy levelet öt nyelven, de ilyen vicceseket csináltam, mindenféléket kimásoltam. Írtam magamnak egy levelet, és akkor dob be Bécsbe ezt a levelet, és az én címemre. Meg volt címezve, de dob be, csak dob be Bécsbe. Fú, persze, hogy mindig úgy érkezett meg, hogy postán sérült. És akkor az volt az utolsó, olaszul az volt az utolsó mondat, hogy a tolmácsoknak is élni kell valamiből. Szóval ez volt az utolsó mondat, mert kínaiul meg mindenhogy írkáltam, és ezt teljesen fölidegesítette elvtársakat. Nem értették a dolgot. Persze, nem volt benne semmi. Versekből idéztem, vagy a, mit tudom én, valamilyen könyvből idéztem egy csort, onnan másoltam ki. És akkor ezt elküldtem, ahol szórakoztam. És mindig ilyen nejlon zacskóba érkezett. Ja, volt egy nagyon tündéri, akkor már kisiparos voltam, és volt egy csekkszámlám. Az ilyen csekkszámla volt, ilyen csekkfüzetem is volt, mit tudom én is. Az volt a lényeg, hogy volt, hogy ez a kis bontogató, az ilyen 8 osztályt végezhetett kis csajszi volt, akinek az volt a dolga, hogy fölvágja egy ollóval a postán sérült levelet, utána lefénymásolja, és utána visszaragasztja, és ráírt valami hülyeséget. Majd beletette egy nejlon zacskóba, és azt a postán sérült, mint a begyűrte volna a gép, vagy szóval valami kamu volt. Hát, ez az volt ráírva a borítékomra, hogy téves bontás. Nem tudom érte, de... Szóval én lájót mosolyogtam, ilyen kis, tudod, ilyen gyöngybetűkkel, ilyen kis lányos írással, az i betűn kis karikával, akkor az divat volt a lányoknál, hogy nem pontot rakott, hanem kis karikát rajzolt meg. Aranyosak voltak, hát a kis aranyos ráírta, hogy téves bontás. Úgyhogy én tudtam, hogy ki a besugó, meg tudtam, hogy ki a... Mindenkiről tudtam én, ahol nekem nem volt problémám. Sosem volt nekem problémám, tényleg nem. Volt, hogy bevittek a rendőrségre, azt kiengedtek.
nem tudtak vele mit kezdeni. Akkor hívtak rendőrnek, akkor hívtak ilyen tükösnek, kukosnak, mindenfélenek hívtak, hogy menjek ki Olaszországba, kísérjek valakit ki, mert én tudok olaszul, és akkor menjek Olaszországba, és akkor kísérjem ki, meg vissza. Hát mondom, persze, csak én nem akarok stükkel a fejem alatt aludni. Mondom, ez nem annyira jó élet. Lehet, hogy nagyon jó fizet nekem ez, meg mászkálhatok egy kicsit Olaszországban, a legjobb szállodában lakhatok, de én inkább az asszony mellett asszom, és nem köstük el a fejem alá, szóval azért ez már érdekes. Egy a korona jutott az eszembe, hogy érdekes módon a párna alatt ott van egy kard. Na most mikor van a párna alatt a kard? Ez a kérdésem. Hát akkor te készülsz valamire, hogyha a párna alatt van a kard. Tehát a koronánk, igen, gondold végig. Az a kard ráadásul egy olasz kard, semmi köze nincsen a királyi kardhoz. Az megvan egyébként az a kard a Bécsi Múzeumban. Láttam a kardot, és megvan. Az is milyen érdekes volt, hogy a bécsi barátnő oda telefonált, hogy a múzeumban, hogy itt van a hunok küldöttsége, hogy szeretnék megnézni az Attila kardját. És akkor mondta, hogy nem itt van, de átkapcsolom, és akkor átkapcsolt a másik múzeumba, ilyen házi vonalon. Ez az Attila. Ez a karda. De ott van a karda alatt. Ott van a karda a párda alatt. Nem kamuzok, hát miért mondanám? Na most a kereszt nem volt ferde eredetileg. Mert mindenféle elméletek voltak, hogy a föltengely, még én is gondoltam ilyenekre, de nem. Nem. Hanem ráültek egyszerűen, ilyen egyszerű magyarázat. El is tört a korona, mert ez egy színaranyból készült korona. Az nem bírja ki, hogy egy nagyseggű valaki ráüljön, hát az nem bírja ki szegény. Eltört a pántja, ez a pánt része eltört. És nem, három kép nem eredeti rajta. Arról lehet megismerni valamit, hogy az csak másolat és nem eredeti a korona, ordít róla, translucidok, ezek a párta elemek. És az azt jelenti, hogy a hátulról átvilágított színes, de a szemből nézett grafit szürke. Itt is grafit szürke megnézett, szürkék, nem színesek azok a elemek, csak akkor színes, hogyha hátulról átvilágítod. Csináltak egy csomó másolatot, csak abban meg színes. Hát sokkal szebben néz ki, csak egy nagy baj van. Nem az az eredeti. Tudni, annak jelentősége van, hogy az a pártőelem átlátszik. Mert amikor az Isten elfogadja a királyt, akkor a király feje elkezd világítani, a sapka alatt is átvilágít, mindenhonnan átvilágít. Egy 4D-s kapcsolatról van szó. Tehát egy 4D-s fényt ad a korona olyankor, és amikor elfogadta a királyt, az Isten, akkor az egész országban mindenki elfogadja, ott nincs mese. Tehát vedd észre, hogy a Mátyást mindenáron meg kellett koronázni, a Mátyás királyt, ugye? Már megkoronázták 16 éves korában. Dunajegén már megválasztották királynak, csak éppen egy nagy baj volt, ugye, hogy a korona nem volt itthon. És akkor nagyon nagy, őrült nagy megyét lehetett rajta venni annyi pénzért, visszaadták a rendes fuggerek, vagy kik voltak ezek. Nem tudom, valami nagyon rendes. Rendes nyugati bankárok voltak, de tündérek. És aztán egyszer csak menet közben megemelték duplájára az árát, mert a kapzsiság olyan erős volt bennük. Hát jó. Azt is kifizették. És attól kezdve természetesen jó sokáig uralkodott a Mátyás. Aztán ott is az őrzés tejbetök lett a végén, az volt a baj. Tehát vele öregedtek azok a őrző vitézek, akikben megbízott, csak egy nagy baj volt, azok is már erőtlenek voltak. És leverték őket, és a végén megölték Mátyást, csak nem nagyon beszélnek. A fenekébe dugtak egy kardot, és beletörték. Így ölték meg. Csak erről nem beszél, 3 napig ordított. Igen, erről nem beszélnek. Milyen érdekes. Miért nem? Hát persze, mert igen komoly kapcsolati rendszer van még azok között itt Európában, akik ezt csináltatták, a családja csináltatta mondjuk ezeknek, és hát ugye ezt nem jó elmondani, mert az nem olyan jó. Hát nem jó nekünk az, hogyha kiderül, hogy ilyen gengszterek vagyunk, hogy gengszterek, de nem jó, ha kiderül. Na így néz ki akkor, ha hátulról megvilágítod. Meg most ezt hozzá kell tenni, ezt én színeztem ki, ne higgyél neki, de így néz ki. Egy valamit hagyjál ott még, és egy valamit észre kellene venni. Ez a tűz és a vízelem jele. Na de, tessék csak jól megfigyelni. A
hogy a tüzelem negatív idő. Honnan jön ez, hogy negatív? Hogy kerül ide a negatív idő? Nézd csak meg! Mit látni? Ne olyan bambán nézzetek, hanem él egyetek. Na, mit látni rajta? Fordítottak a színek, nem veszed észre? Ugye az egyiknek sötétkék a közepe, a másiknak meg világos zöld, ugye? Fordítottak a színek. Mert az egyik negatív idő, a tűzelem, az a háromszögletű. És az a férfi jele, azért volt a világos kék kő, a vízelem, az meg egy rózsaszín kő, az a női jelölőszín. Mindennek, minden beszél. Tehát a koronán minden beszél, ami rajta van, minden beszél. Csak észre kellene venni. Rajta van a dimenziórendszer, rajta van a minden. Ugye a saktáblán hány mező van? 64. De tessék majd észrevenni, hogy a fele fekete, a fele fehér. Igen, képzeljétek el, hogy az a más világ jele, képzeld el. A fekete az a más világ jele. Keresik nagyon, hogy hol van az anyag, meg nem találjuk. Hát így nem is találod, a rosszul keresed, hogy sose fogod megtalálni. Sötét anyag is. De tessék majd észrevenni, hogy az őseink a már a korona idejében tudták, mert hogy honnan veszem én ezt, ugye? Hát honnan veszek én ilyeneket? Tessék majd észrevenni, hogy a koronának a pantján azok a kerekek, azok a gyöngyök. Tessék megszámolni az egyik pántot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hogyha még az a kettőt ott a középső részben beszámolod. 15. Na most a 15, mindegyik koronapánt részen 15 van. Mondták, hogy hát nem ekkora volt ez a pánt, ez nagyobb volt, mert a 12 apostolnak kell rajta lenni, és a 12 apostol is a 12 apostol. De bogárkám, le van szegve. Hát nézd már meg, ez a pontos rajza a koronapántjának, nem kamu. Az ékszerészek lerajzolták. Mi van rajta? A szélinél le van szegve. Ott már nem volt folytatás. Tehát nem volt rajta még további kép. Tehát ennyire nincs eleresztve agyilag. Mit mondjak erre? Hát hogy lett, nincs folytatás, akkor hol akarod azt te, hova akarod tenni? Na most, tehát lehet látni, az, ami le van szakítva, az a Bartoló, a Bertalan kép. Az van a Jézus mögött, fölötte meg János. Tessék észrevenni, hogy letépték, olyan puha arany, hogy így letépték a képet, és odaadták valakinek. De miért? Mert az Jézus mögött volt föltöltödve a korona rezgésével. És erre pályázott valaki. És valamelyik rokonnak így letépték, odaadták. Hát bizonyára nem, hogy mondjam, nem magyar érzelmű volt, aki ezt csinálta. Nem nagyon látszik ott mögötte a kép, nem nagyon látszik, letéptek ezt. És több ilyen is volt. Három képet itt hátul lecseréltek rajta, mert féltek tőle. Mondjuk a korona egy működő eszköz. Még mindig működik. Most is. Működő eszköz. Az nem egy bádog darab, amire egy dekorációk vannak rakva, mert smici sapka, mondták ezek a rettentően magyar érzelmű rohadékok. Ugye, ilyeneket mondtuk, hogy smici sapka, mit vagytok oda egy smici sapka? Ugye, mert hogy az ő számára nem szent, az ő számára semmi se szent. Nem ez nem szent, semmi se szent. Úgyhogy jó, smici sapka. Majd kapsz a pofádra, majd meglátod smici sapkás. Mert a elszámolásnál tudod, eléd rakják a cekket. Ez volt a smici sapka. Jó, te vagy a smici sapka. A legmélyebb bugyor. Így működik. Úgyhogy, pokolba lemegy a látogató, ilyen turista látogató, lemegy pokolba, bazi nagy golyószolvalat őrzi, a nagy üstbe rotyognak az olajba, ordítanak a németek, másik üstbe egy nagy golyószolvalat őrzik, ott az oroszok rotyognak, franciák rotyognak. Csak megy hátrább, ott van egy ilyen rotyogó is, de nem őrzi senki. Hát ezek kicsodák, hát ezek a magyarok. Hát ezeket nem kell őrizni. Hát nem kell, mert hogyha valamelyik ki akarna mászni, a többi rögtön visszarángatja. Úgyhogy így működik a pokol feneke. Tehát ő a pokol feneké, majd ott ül ebben a vödörben, vagy a lavorban. Nagyon fontos, hogy adjuk össze. Ha három, vagy a négy pát részen 15 darab, az 60, ugye? És tessék majd észrevenni, hogy a középső nézet alakú részbe 12 darab gyöngy van még, hát ugye 60 meg
12 az? 72. Mi az a 72? Az a kerubok száma. Az a kerubok. Azok az Isten fiai és lányai. Azok a kerubok. De ez nem valami fantazmagória, meg ilyen babona, meg ilyen. Nem. Az a világegyetem eloszlási fraktájában mindegyiknek ott még neve van. Hát a végén is van neve, még neked is van neved. Hát akkor hogy ne lenne ott neve? És ez nem az van, hogy ő hatalmaskodni akar, meg nem erről van szó. Ha egy rendszert nem vezetnek, akkor tanarja van. Pont. Tehát ha nem kap semmilyen ellenőrzést, vezetést, irányítást, semmit, akkor ott anarchia van, ott nem lesz semmi. Hamar összedől az egész, megsemmisíti. Saját magát fogja megsemmisíteni. Tehát 72 darab gyöngy van rajta, de még érdekesebb, ha megszámolod azokat a fekete cseppalakok, ezek egyébként vöröses színű almandin kövek, és ilyen cseppalakúra vannak csiszolva. Ha egy ilyen pántrészt megnézel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és van egy 13. ott még a kereszt részben. Na, a 4x13 az. Na, meg a 12, az 64. Tehát ott középen is van még 12. Összesen 64, az mi? 64 tűzelem, a gyerekek, az nem más, mint a dimenzió szerkezet. Hát képzeljétek már el, hogy tudták a vezetőségnek a számát, precízen tudták, tudták a dimenzió szerkezetét az univerzumnak, tehát 64 dimenziós ez a mi univerzumunk, az azt jelenti, hogy igazából csak 5 dimenziós, de ez egy lépkedő rendszer, és ez azért van, bonyolult oka van neki, hogy miért lépked a rendszer, de ez egy lépkedő rendszer, és igazából ugye 16 párhuzamos univerzum van itt, 16 a tükörképben, és a más világon is 16 van, és a tükörképben is 16, az összességében 64. Tehát így, ennyire így működik, hogy 4x16 az 64. És ez a sakktáblákon van, és tessék majd észrevenni azért, hogy a fekete, meg a fehér mezőkben ez van is. A sakk az meg egy életjáték. Melyik a négydimenziós figura benne? Az ám, amit a Péter mond, itt harkassuk, hogy ló, mert az átugorhat, az kiemelkedhet a síkból, és átugorhat egy bábut. Az csak a ló teheti meg, vagyis a négy ló. És ez a négy főkerúg, tessék majd azért észrevenni. Ugye, és ez egy életjáték, DNS-t játszol le. Tehát a dolog azért maradt fent ilyen nagyon lényegesen, fönnmaradt a sakkjáték. Mert sokfélét találtak ki, de van egy alap sakkjáték, ami akárhogy variáltak és próbáltak másik 42-t kitalálni, akkor is megmaradt ez a 64 mezős sakkjáték, és játsszuk a mai napig. De ez már nagyon régi játék, nem most keletkezett. Mert a tudást őrzi. Vagyis, hogy ezek a keleten térítő apostolai voltak Jézusnak, középen az égi pantokrátor van, és elől a korona elején pedig a földi pantokrátor van. Az azt jelenti, hogy ő nem egy egyszerű lélek, mint az emberek, hanem egy bonyolultabb lélek, hármas lélek, tehát Trismegistus. Trismegistus a háromszorosan csodálatos. Ez azt jelenti, hogy ő három testben is tud élni egyszerre lazán, csak nem szokott legfeljebb kettőben. Mert hogy egy harmadik az mindig a védelemnek megmarad. Mert ugye ki az, akit ki akarnának golyozni elsőnek, hát a testben éppen kitörölt, és a tudásával éppen nem rendelkező, és a hatalmával éppen nem rendelkező, most megszületettet akarnák egyből eltenni lából. Mintha ez is történt volna. Ugye? Lemészárolták a gyerekeket Jézus születésekor, tessék észrevenni ezeket. Tehát az is beavatott volt, aki ezt tudta. Csak félt? Hát sok bűne volt bizonyára, azért aztán félt. Így működik a világ, hogy megpróbálja megváltoztatni. Parancsolj, Ferenc! Jegyezzük meg, hogy ugye bő 900 éven keresztül 64 vármegyéje volt az országnak, de volt ide, amikor 72. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Milyen jót mond a Feri, hogy
és 64 vármegyénk is volt, mert az univerzum szerkezetére volt az ország felépítve, és nagyon sokáig megvolt ez a 64 vármegyénk, még 72 is volt, de az a lényeg, hogy nagyon sokáig megvolt, és ez a 64 vármegye, ez már nagyon mást jelent ebben az esetben is. Tessék majd észrevenni, hogy az egyházunkat úgy hívták, hogy az univerzum egyháza, ami még papíron úgy létezik, hogy még nevezhetjük magunkat egyháznak, de már pénzt nem kapunk hozzá. A biznisz egyháznak neveztek minket, és akkor ettől kezdve a keresztény egyházat biznisz egyháznak nevezték, és akkor ebben már is volt a dolog intézve. Elég volt rásütni azt, hogy biznisz, és már jó volt. Biznisz kisebbség, biznisz egyház, volt egy időben ezek a rossz rizsák. Nem volt új ötletük, mindig a biznisz tették hozzá, látszik, hogy ki tette hozzá. Nagyon látszik, hogy ki az, aki ezt hozzátette. Tehát mindig mond, hazudd azt, amit csinálsz. Tehát mindig azt kell hazudni, hogy a másik csinálta, nem én voltam. Kent volt-e? Én nem, talán a kutya. Ha nincs is benne, majd begyünk. Szóval ez körülbelül ugyanolyan vicc. Tehát így a koronapánton rajta van a világegyetem szerkezete. Nem a Magyarország, hanem a világegyetem szerkezete is rajta. A 64 vármegyét is jelentette, meg a 64-es szerkezetet. Meg még van a 108-as szerkezet is, az még megvan, Egyiptomban már még megvolt nagyon jól. A 108 törzsünkről még beszéltünk, de már csak beszéltünk. És nagyon pontosan tudjuk, megvan, hogy a honfoglaláskor név szerint kik voltak a vezetők, hány birka, hány tehén, hány ló, hány jöttünk be. Nem az van, hogy hát valahol Vereckéni bejöttek ottan valamit, de nem erről van szó. Pontosan darabra tudjuk, hogy hányan születtek útközben, hányan haltak meg útközben, hány támadás érte a vonulókat, stb. Rablók, vagy mit tudom, kóstolgattak. Ezek jó harcosok voltak, a rablókból általában azért fasírtot abrítottak, szóval nem. Általában nem volt probléma a rablókkal, de azért előfordult a támadás, és azt is föl volt jegyezve minden. Nem ám a besenyők elől menekültünk ám idáig, mert olyan beszari nép voltunk, szaladtunk a besenyők elől. Tényleg? Aztán itt a Kárpát-medencében milyen el voltunk utána. Ja, és itt voltak velünk a besenyők is. Hát ez meg aztán... Tessék észrevenni, az ott alul a Jézusnak a jele. Ez van az, egyébként pontosan ez a jel van az én stólámon, az én papi stólámon, ez a jel. De egyébként ez a jel a katolikus egyházban ugyanígy megvan, persze. Tessék észrevenni, hogy a Veres felfedezte ezt a Vörös Győző felfedezte ezt a Tébánál ezt a templomocskát, kis kápolnácskát, és mi volt az érdekes, hogy ennek a kápolnácskának, ha megnézed a gyöngyeit körben, megszámolod, akkor nem fogod úgy se elhinni. Ott alul le van verve, de könnyen ki lehet azt ott egészíteni egy centivel leméret, hogy hányszor fél még bele. Szóval nem egy olyan nagy dráma ezt kiegészíteni, már agyilag se. Hát nem fogod elhinni, hogy hány gyöngy van rajta rajzolva. Tessék észrevenni, Lukas gyöngyöket rajzoltak rá, tessék majd észrevenni. Ugye? Hogy a koronánkon is ilyen Lukas gyöngyök vannak, mert nem telt a királynak rendes gyöngyre, csak ilyen másod, izé piacon vette, second hand, vett gyöngyöt valahol a király, vagy rabolt, meg még jobb. És akkor így, tényleg, hogy nincs egy királynak új, izé, pláne Attilának, mert ez már Attila idejében megvolt, hozzáteszem. Sőt, már az Attila nagyapjának megvolt. 307-ben készült valamikor ez a korona. Nem nagyon hozták nyilvánosságra a vizsgálatokat róla később, mert abból botrányok lettek volna. Tehát a sok hazugság kiderül, az nem jó. Ugye, mert hogy az aranyat nagyon könnyen lehet röntgenspektrométerrel analizálni, meg lehet belőle mondani, hogy melyik bányába bányázták azt az aranyat, vagy melyik két bányába bányázták, mindent meg lehet mondani belőle. Mert a benne lévő izotópelemek arányából és mindenből meg lehet mondani, hogy honnan származik az arany, képzeljétek el. Mert hogy más és más, minden bánya más és más, és olyan, mint egy új lenyomat. Tehát mindig úton lehet érni a hazugot. Csinálok róla egy ilyen röntgenspektrométeres spektrumot, és utána gyönyörűen látszik benne, hogy ebbe itrium van, mit tudom mi van, és akkor ettől kezdve tudom, hogy ezt abból a bányából, ez a bánya csak keleten van ilyen,
mert hogy ez nem Európából származik az arany, hanem ez valahonnan innen és innen származik. Tudjuk, melyik bányában mi volt. Tehát ezeket a dolgokat ki lehet nyomozni, és miután ez kohosított valami, a szénizotopos vizsgálatokkal is lehet ott még variálni. Tessék észrevenni, hogy pont ez a pantokrátor ül a mi Szent Koronánkon. A Péter milyen ügyesen összeolózta, tessék megnézni. Ugye egy ugyanolyan fotelben ül, sőt, a koronának a hátsó részén is egy ilyen kép volt, és ott is volt egy fotel, az a Kaktumi Máriának a képe, és azon is egy ugyanilyen fotel van, csak ott a ciprusfák itt befele hajolnak, ami ciprusfának, azok életfák egyébként, nem ciprusfák, és tessék majd észrevenni, hogy a kapitulák ott vannak benne, tessék észrevenni, hogy egy jobbos és egy balos fa van, a kígyó tekeredik föl a fa törzsén, tessék észrevenni, hogy az a sperdes raffozás, ami ott a fa törzsén van, mit ábrázol? Hát a jobbos és balos világegyetemnek a működését. Az egyik a női, és a másik a férfi teremtő. Ez a két ilyen csepp alakú, ez a két teremtő. A férfi és a nő, a nap és a hold. Tessék majd ezeket észrevenni. Csak nem veszik észre, mert mindenki a saját egójával van tele. Tessék észrevenni. És tértechnológia van benne most. Ez nem úgy van, hogy tértechnológiát ilyen... Hát, hogy értjük, hát persze, francokat érted, hát sosem tudtad. Eddig senki nem beszélt 64 dimenziós világegyetemről, csak én. Miért nem? Mert nem értette. És akkor majd tessék észrevenni, hogy mindenhol megjelenik. Azért mondtam a sakkot, ja, hát a DNS-ben éppen pont 64 triplet van. Tényleg? 64 triplet, képzeld el. Az azt jelenti, hogy az ACTG betűk variációjából 64 variációt lehet összerakni. Tehát az élő anyagunk is ugyanezen a logikán alapszik. Na, a fenébe már, hát mostan már mindenbe belelátja ez a Gyuri ezt a dolgot. Tessék egy kicsit jobban odafigyelni. Ha a világegyetem egy valamilyen alapötleten alapszik, akkor az rányomja a bélyegét az összes benne lévő elemre is. És tényleg. Tényleg rányomja. Csak észre kell venni, mindenki elmegy mellette, mert mindenki nagy arc, vagy nem akar tanulni, vagy nem akar semmit se, csak enni akar meg kakálni. Hát ez kevés. Tovább kell lenni, már jutni. Tessék majd észrevenni. Fiatalok, nektek mondom, hogy szedjétek össze magatokat, mert van nagyon sok, aki olvasni nem tud. Egyetemista azt nem tud olvasni, hát odaadok a kezébe, hogy olvasson föl valami szörnyű makogás. Nem tud olvasni egyetemista a létére, hát a sírva fakadok. Komolyan nem tud. Nem, most nem cikizni akarok valakit, hanem ezt látom. Nem egyszer fordult velem elő, hanem már vagy 20-szor. Gondoltam, hát egyetemista csak tud olvasni, hát nem tudott. Mekeg makog. Nem tud olvasni. Persze, mert szétpuskázta magát, de olvasni nem tud. Nem tanult soha. Nem tud összeadni, nem tudja, mi a négyzetméter egyetemista létére. A leggyermetegebb dolgokat nem tudja. Sírva fakadsz. Hogy Csehországnak milyen tenger most csapartjait. És nem tud rá válaszolni. A büfés csaj azt mondta, hogy hát milyen, nincs is tengere. A büfés csaj az ennyire okos volt ezekhez. Egy egyetemista nem tudta választ. Na, ne szorakozzatok már. Mondj egy földközi tengeri országot, azt egyet se tudom. Azt se tudta, hogy van földközi tenger, meg merre van. De csak hozzáteszem, hogy a fiam mennyi volt? 10 éves. Mondtam neki, hogy na itt elindulsz arrafelé, akkor mész, akkor ott mi lesz? Akkor még van rég volt, még Jugoszlávia volt. És azt mondja, hát először ott lesz Jugoszlávia, aztán az Adriai tenger, aztán Olaszország, aztán a földközi tenger, aztán Tunézia. Most gyerekek, ez egy 10 éves gyerek volt. Aztán az egyetemista meg nem tudja, hogy Csehországnak nincs tengere. Síralmas! Na, ez a nagyon jó technika, ez így kell lehűíteni a diákokat. Jó sok hülyeséget megtanítani neki, és az értelme meg nincs meg. Tehát a világról nem tud semmit. Nem is kell, azt mondják. Nem is kell, jó rabszolga lesz belőle, nem kell neki. Megveszi nyú, és mindent megvesz. Csak rá kell írni, hogy nyú, meg van véve. Meg azt mondják, hogy féláron adják. A nők azok mindent megvesznek, ami 50% rá van, és már viszi is. De régen a duplája se volt, mert hogy ugyanennyi volt régen is, csak ráérő 50% és akkor tessék parancsolni. Ha már itt tartunk, egy politikus, én úgy értelmezem, hogy mindegy, igaz egy szűk körbe az övé között, de mindegy szűk körbe bevallotta, ha valaki nagyon érdekel, kit megmondom, hogy hol lehet megtalálni, végig hallgatni, mert öllepvéve. Tehát azt mondta, hogy igen, sajnos vétettünk egy hibát,
amikor mi voltunk fönn, akkor az oktatással kellett volna nyomni, tehát az oktatást kellett volna nyomni. Mondta, hogy akik akkor 20 évesek voltak, most lenne 47, a nullások pedig értelemszerűen 27, tehát hogy két nemzedék fönn nagyon sokat számított volna most a választásoknál, bevallotta. Igen, így van. Mert akkor mindenféle hülye választási propagandát be lehet adni. Ennyi az egész. Talán számolja, nem kell semmit elhinni, számoljatok. Ha valaki például följegyezte az összes kiadásait, számoljatok, nézzétek meg, hogy javult a dolog, vagy romlott. Nézd meg, mikor ment így lefele a hajótok a lejtőn, mert miért nem mentek a rendőrök vízisíjelni, ugye? Nem találtak ferde tavat, persze. Tehát ez a pantokrátor kép, ez pontosan ugyanazt a tudást hordozza, csak hogy ez Tébában van, és egy kopt keresztény templomnak mondott kis kápolna, aztán utána szétverték, azt most már tatarozták, tehát az arabok beindultak, mert minden, semmi sem lehet jó, ami keresztény, mert ő úgy gondolja, hogy a Mohamed és Mohameden túl semmi, csak Mohamed. Mondanám, hogy Mohamed jó barátságban van Jézussal is, meg Buddhával is. Jó barátságban vannak. Úgy értem, hogy beszélgetnek, el vannak, semmilyen gyűlölködés nincs köztük. Az összes többi csak az emberek találják ki. Érted? Mert hogy mind a hárommal volt alkalmam beszélgetni. És olyat nem lehet kitalálni, nem lehet olyat hazudni. Az van, hát lehet fantáziálni, nem lehet. Mert én olyan műszaki részleteket kérdezek, amit az a médium, ha ott rögtön falhoz állítják és géppisztolyjal lelövik, akkor se tudja megmondani. Nem tudja megmondani. Mert műszakilag egy nudli. Sose a büdös életben. És az meg megmondja. Nagyon pontosan elmondja rajta keresztül a nagyfőnök. Egyébként én a nagyfőnökkel tudok kibeszélni, csak az nincs magnum felvételem. Tehát nekem válaszol, mert ma éppen volt egy hölgy nálam, hogy neki nem válaszol a teremtő. Mindjárt a teremtő. Hát miért mindjárt a teremtő? Nem elég egy közelibb dolog? Mondjuk egy arkangyal legalább. Nem, mindjárt a teremtő, a leges, miért válaszolna? Azért gondolj bele, hogy a teremtőben hány lény van. Hány élőlény van, és az mind hozzá fordul problémáival. Arra mindre figyelni kell neki, és a tervek szerint azt neki irányítgatni, nevelgetni, stb. Vigyázni rá. Na most képzeld el, hogy van valakinek egy problémája, és akkor rögtön a teremtőhöz akar szaladgálni. Persze nem a fejhez kell menni, nem a lábhoz, neki igaza van, csak hogy miért nem válaszol. De azért nem válaszol, mert ott állandóan foglaltatja le ez a telefon. Azért nem válaszol. Nem azért, mert nem akar, meg nem szeret téged, meg egy csodát. Hát nincs annyi csatornája, amilyen sok hívás érje. Hát iszonyatos sok hívás. Az összes csatorna rá van kapcsolva, de nem tud ennyire egyszerre figyelni. És akkor szépen válaszolgat ő sorba. Éppen most írta meg nekem valaki, hogy nagyon perlekedett az Istennel valamiért, és akkor egyszer csak egy baromi nagy fény öntött el a szobáját. Majd megvakult, de ilyen fény nincs, azt mondja, ez nem olyan, mint a reflektor, meg nem, ez, ilyen fehér fény nem létezik, mert 4D-s fény volt. És egy darabig volt, aztán elment, eltűnt. Aztán abban is hagyta a perlekedést. Mert annyira szépte az Istent valami egészen gyermetek dolog miatt. Hogy ott hagyta a Gizike, vagy mit tudom én. Szóval, mint az lenne a hibás. Lehet, hogy ő volt a hibás. Mit lehet azt tudni? Gizike elmegy, Gizike jön. Jön egy másik Gizike. És az a lényeg ebben, hogy ezek az ősi kultúrák őrizték ezt a tudást. Ezek az őseink voltak, az egyiptomiak is az őseink voltak, tehát mi hagytuk ott ezeket a nyomokat saját magunknak. Most már értjük. Tehát nem úgy születik senki, hogy mindjárt érti, de most már értjük. Értjük a dimenziós szerkezetet, rögtön értjük, hogy mit üzentünk magunknak. Ja, hát ott van az üzenetben, itt van a dolog. Ugye megvan a Mária kép, a Kapitán Mária, azt meg kéne mutatni, mert beszéltünk róla, de nem mutattuk meg. Az csak egy fele van meg, mert azt is ketté tették, mint a Bertalan képet, mert ez egy puha arany kép volt. A koronán itt hátul volt középen, oda beerőltettek egy császárképet, ami nem az eredeti kép volt, nem is fér bele, nincs is belerakva a keretbe, csak úgy rá van drótozva a tetejére, szóval meglehetősen nem ékszer is csinálta, hanem egy Schuster, aki belefúrt az árral, azt oda drótozta, azt jól van, ilyen drótostól. Tehát nagyon becsülhették a koronánkat, hogy nem egy ékszerésznek adták oda, ha
hanem egy hülye gyereknek. Hát ez nagy gáz. Nem nézem én le a Schustereket, csak azok nem ékszerészek. Tessék? Annak adták, aki fölvállalta, hogy megcsinálja. Annak adták, aki fölvállalta, így van. Nem merte azt mindenki fölvállalni. Aztán utána persze úgyis megkapta a pofájára, hogy ezt itt tönkretette. Hú, biztos lesz benne. Nem találtad a Kasszony Máriát? Haktum. De biztos, hogy van. Megvan? Na, ez az jó. Itt van ez a Kaktoni Mária kép, és valami érdekeset már minden láthat rajta. Ugye, pont olyan fotel van rajta, mint a koronánkon, amilyen Jézus mögött van. Tehát ugyanabban a műhelyben készült. Ez nagyon fontos. Gondolom ugyanabból az aranyból is, ezt könnyen ki lehet mutatni. Nem invazív módszere. A röntgen spektrométer nem invazív, nem teszi tönkre az aranyat, meg a semmit. Csak rávilágítasz, és amit átenged, meg amit visszaver, abból analizálni lehet, hogy ez miből van. Atomra tudni lehet, hogy mi van benne. Tehát mindent tudni lehet. Az ötvöző anyagokat, a szennyező anyagokat, és mindent. Hogyha ugyanabból a kép anyagból van, abból a műhelyből, akkor itt nincs mese. Ez valahol Grúziában, hol találták meg. Igen, mert onnan jöttünk erre felé. Igen. És az ott rokonságunk. Nem véletlenül menekültek ide a grúzok, csak úgy mondanám. Mert rokonságunk, rokonné. És benne voltak a szövetségbe, és azért menekültek ide, mert tudták, hogy mi segítünk. Mert rokonság volt. Végig Eurázsiában, tehát az ujgurok is rokonságunk. Almának is hívják az almát. Most is úgy hívják az alma, hogy az alma. De még egy csomó minden. Hát legalább annyi szavunk stimmel az ujgur szótárban, én csináltam egy ujgur szótárat, legalább annyi van, mint a finn szótára. És azok is benne voltak a 24-es Hunter szövetségben, a finnek, csak Suomáknak hívtuk akkor őket. Ők a Suomi. Hogy hívják Finnországot? Suomi. Ugye? Tehát ezek mind véletlenek. És megvannak a leírásban. De nem azt jelenti, hogy mi akkor finnül beszéltünk. Nem ezt jelenti. Vagy ugorul. Hanem ennyi szövetség volt, mindegyik népnek megvolt a maga nyelve, tájszólása, voltak közös szavaink természetesen, hogyha egy rendszerhez tartozol, mint az Európai Unióban, akkor keletkeznek közös szavak, nincs mese. Tehát akár keletkeznek is, mert valamit meg kell nevezni, akkor csinálnak rá egy szót. És akkor ettől kezdve az lesz a mindenhol használatos. Most ez ha megnézed, kifele kanyarodik az a kis fácska. Láthatóan nem ugyanaz a kéz csinálta ezt, mint a koronán lévő képet, csak ugyanabban a műhelyben. Nem, mert a rajzolat az nagyon hasonlít, és nagyon érdekes volt, mert még én emlékszem rá, amikor ez még nem került meg, ez nem régen került meg. Legalábbis Magyarországról a híre csak nem régen jutott el. De még nem volt meg, amikor egy médium lerajzolta a koronán lévő képet, hogy mi volt rajta eredetileg. És ezt a képet rajzolta le. Ezt a képet, csak ott két fa van mellette, kifelé álló fák. Ugye, miért áll kifelé? Arra fúj a szél? Másik irányba kanyarodik. Szétfúj a szél, vagy mi van? Másik, de összefúj a szél, itt meg szétfúj a szél. Másik minőség. Másik minőség. Az egyik női minőség, a másik férfi minőség. Nem jobb és rosszabb, csak az egyik balra forog, a másik jobbra forog. Ellenkezőleg forognak. Tessék, parancsolj! Kispesten a templom téren, a templom bejárat a föld ugyanilyen módon. Nekem mondott? Persze. Ismerem. Persze. Kispesten a templom téren, meg kell nézni, ez az ábra van ott, ez a Mária kép. És az a nagyon érdekesség ebben, hogy ugyanazok a szimbólumok azért rajta vannak, csak a betűket nem tudta olyan pontosan írni, aki ezt írta, mert hogy nagyon lehet látni a kézírását valakinek, nagyon nehéz betűt írni. A másik az, hogy ezeket ilyen rekeszzománccal csinálták, és a betűket nem rekeszzománcba csináltam. Megfejtettük, hogy lehet olyan zománcképet festeni, mintha olajkép lenne, hogy ne folyjon szét egyik szín a másik színbe, mert szétfolyik hajlamosra. Akkor kiégeted, akkor itt beledifundálnak egymásba a színek. És akkor ezért találták ki azt, hogy ez ilyen kis aranydrót keretekbe van belerakva, a koronán lévő képek is ilyenbe vannak belerakva, és akkor föl van öntve zománccal,
ki van satírozva, úgy is mondhatjuk, zománccal, az a kis rekesz. Ilyen színűre, olyan színűre, és az lesz a kép. Tehát ezért hívják rekesz zománcnak. Ez azt gátolta meg, hogy szétdifundáljanak a színek csúnyán egymásba. És az a nagyon érdekes, hogy volt egy festőmész barátom, aki rájött arra, hogy mit kell beletenni ebbe a zománcba, hogy ne fussanak bele egymásba, és nem is, meg is bármilyen képet tudott utána festeni, zománcot. Tehát festményszerű képet is tudott festeni, nem futottak bele a színek egymásba. Nagyon egyszerű megoldás volt, olyan egyszerű, hogy majd nem mondom el, csak legyetek kíváncsi, fejtsétek meg. Ő megfejtette. De a háztartási boltban vagy a közértben is meg lehet venni azt az anyagot. Vagyis, hogy az ABC-ben meg lehet venni azt az anyagot. Nem viccelek. Tehát nagyon egyszerű a megoldás. Ő rájött arra, hogy mit kell beletenni, hogy az tökéletes legyen. Tökéletes lett. Úgyhogy ez a Kaptoni Mária kép volt eredetileg a koronánknak itt a hátsó részén, nem az a császár kép. És most is egy ilyen ívelt keretben van. Az ívelt kereteket fölfeszegették, legörvítették, mit tudom én, eltörték, szóval minden volt. Nem szakemberek foglalkoztak vele, ott volt a probléma, tudod, hogy a Habsburgok ideje alatt egész durva, a Lipót alatt is egészen durva sérülések érték a koronát. Ráültek meg, mert szabályok voltak, meg fölpróbálgatták, kicsit bele is hűltek, mert ha elkezd működni egy korona, ez a korona, mert nem minden korona működik, de amelyik működik, nem sok van. Tessék majd észrevenni, hogy a Merlin kép mellett is ott van a ugyanilyen korona, csak nem keresztpántos, hanem csak egy pánt van rajta, nem kettő. Merlin a halála. Arthur király halálánál, de a Merlin koronája. Igen, igen, az Arthur király halála, így van, azt a képet megtalálod, és akkor meg lehet látni, hogy bizony-bizony egy ilyen, mint a mi koronánk, nem sok van ilyen, mert mondjuk ez a kettő. Tehát nem, én még máshol nem láttam ezt. Voltak pántos koronák, keresztpántos korona is volt, mondjuk ilyen az angol királynőnek a koronája is most. Jó, nehéz vagy egy kiló. Nézd csak meg, mi van ott a földön. Ott. Látod, nincs keresztpántja, csak egy keresztpántja van, nem keresztben van. Csak egy pántja van így keresztben, ott. Ott van a földön, és ugyanolyan pártelemek vannak rajta, tessék észrevenni, mint a magyar Szent Koronán. Bizony. Hát ezt is azért a nők siratták. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nő, 8, ajaj. Az egy fénykvantum már. Ugye? Igen, igen. És ő volt a fénykvantumban a királyfi. Csak meghalt szegény. Úgyhogy, tehát itt van az érdekes módon a festményeken már jelen van. Csak hogy azt a festményt mikor csinálták, azt kell megnézni, az nagyon érdemes megnézni, hogy mikor alkották, és hogy tudhattak-e a magyar koronának ilyen részletességgel a kinézéséről, mert hogy nem. Tessék utána nézni, mert hogy nem tudhattak. Tehát nekik, ennek a festőnek volt egy ilyen mintája, amit lefestett. Tudnék, a magyar koronáról meglehetősen infantilis képecskék voltak csak, még amit rajzolgattak, tehát nem pontos volt a rajz. Tehát ilyen kifele hajló pártelmek voltak meg, szóval nem volt, ilyen infantilis kép volt. Tehát úgy fölvillant a fejébe valami, egy pillanatra látta a koronát, és akkor ő ezt elrajzolta. Hát ami eszébe jutott erről. Nem mindig sikerült megcsinálni, és ez a Szent Koronánk ugyanolyan Szent Korona volt, ez az Arthur királynak a koronája is. És mi van a baldahinon? Fent. Mi van a baldahinon? 12 állatövi egy. 12 állatövi egy, így van. 12 állatövi egy lesz valószínűleg. Igen, igen, az lesz. Ha, milyen érdekes. De milyen régen van ezen a festményen. Ilyen, tényleg 12 lélekcsoport van, hogy visszatérjünk a te kérdésedre, 12 lélekcsoport van. Ezek mind más színűek. És ez a 12 lélekcsoport, ez a 12 asztrológia egyben nyilvánul meg az asztrológiában, ami régen még nem volt külön az asztronómiától. Éppen most hallottam valaki asztronómiát, vagy asztrológiát mondott az asztronómia helyett, mert valami csillagászati dologról volt szó, azt hiszem a bükkben lesz valami csillagászati megfigyelő hely,
valami obszervatórium, és nagyon jó, hát ott láttuk a tejutopi a táborba, ugye milyen jó volt a táborba, ott volt a látszott éjszaka az égen a tejut, milyen szép volt. Fiatalok soha nem látták még, tehát városi gyerekek nem is látták soha. Amikor még Szabadkégyoson volt a táborunk, az még vagy 15 évvel ezelőtt volt, akkor még olyan nagyon csillagosnak látszott az ég onnan, annyira sötét volt még, ott voltál, hogy volt egy csajszi, aki nem akart kijönni, az égnek se akart kijönni távcsövezni. De bent ült, és ezért, de ő nem jön ki, aztán végén kiderült, hogy fél, hogy leesik. Tehát annyira látta a mélységet, szóval olyan csodálatos volt, hát az merre van a fent? Erre? Arra nincs fent? De arra is fent van, arra is fent van, mert a föld túloldalán fent van, kivéve a laposföldeseknek, a laposföldeseknek ott egy kőszikla van, vagy nem is tudom mi. Van, de hogy ezt hogy oldják meg, azt, hogy hogy kerülnek át valahogy Amerikába, az egyik irányba, a másik irányba, azt még nem igen. Már lerajzolták, rajta volt egy ilyen lapos föld, és rajta volt egy Amerika. Meg körbe egy hegység. Na jó, de hát ott nincs hegység. Az őt nem zavarja. Tehát oda rajzolták, és kész. És az ott van. Te menj oda, azt nézd meg, hogy nincs hegység. Érted? Menj oda, de ő nem megy oda. Vagy menj, repülj körbe a vizével, repülj körbe a repülővel. Körbe lehet repülni egy repülővel a földet. Mint hogy már meg is csinálták. Erre már rakétákat csináltak, hogy megnézzék, hogy lapos-e a föld. Tehát komolyan. És akkor ott fölül az űrhajóra, inkább meghal, de ő látni akarja, hogy lapos-e a föld. Jó. Neki lapos. Tudnék, az az igazság, hogy a lelkek azok a sík univerzumból jönnek át ide. Úgy hívjuk mi a magyarok, hogy falvédő. Az a csúf neve. Nem most jöttem a falvédőről, ez a duma megvan, mert mindenkinek megvan. A sík univerzum az nem egy merev lapos sík, tehát ne úgy képzeld el, hanem mint egy lepedőt, vagy egy szóval hullámzik. De nincs második kiterjedés, vagy harmadik kiterjedése, és a harmadik kiterjedése az maga, hogy létezik. Mert ha valami létezik, akkor az időben is létezik. Az az, hogy az egész dimenzió szemléletünk úgy, ahogy van szar. Mert a három dimenzióból kihagyták az időt. Kihagyták. Valaki megpróbálta, azt csinálták, hogy XY helyett X-szer C-szer T, Y-szor C-szer T, meg Z-szer C-szer T, így próbálták belerakni az időt a rendszerbe. Tehát a fénysebességet, meg az időt így próbálták belerakni. Mert hogy terjed is ráadásul fénysebességgel. Így próbálták belerakni, nem terjedt el. Nem terjedt el. A Minkowski már elkezdett jó irányba elindulni, de aztán nem ment rajta az úton végig. Ez az Einsteinnek volt a matek professzora. Ki azt mondta, az Einstein dolgozatára, ezt nem az Einstein írta. Ami meg lehet. Hogy a Mileva írta neki, meg lehet. Mert az jobb matematikus. A felesége. Úgyhogy meg lehet. És aztán utána ő azon föl lovagolta magát utána ezen, később úgy beletanult a szakmába, de föllovagolt rajta. Mert hogy alapvetően nem volt ennyire zseniális matematikus, bár nagyon érdekes dolgokat fedezett fel a relativitás elmélettel, és igazából én nem csináltam más, csak kiterjesztettem az időre a relativitás elméletet. Tehát az egész az, amit én kezdtem csinálni már ezelőtt, mikor 85-ben, 84-ben jöttem rá a téridőre, de már 83-ban ebben foglalkoztam erősen, 2 évig kínlottam vele, hogy nem jöttem rá, és amikor rájöttem, ez 84 Mikulás előtt volt 2 nappal, amikor rájöttem, hogy a téridő hogy működik, akkor jöttem rá. És amikor erre rájöttem, akkor rá 2 nap múlva nem voltam a Földön. Puff neki. Ez is milyen érdekes. Tehát persze, mert az isteni tolásban már izgatottan várták, hogy mikor jön már ez a hülye rá. Mondták is, hogy azt hittük, már sose jössz rá. Mert hogy, hát persze mondom, ilyen eszközökkel, mert hogy onnan nézve könnyű nagy arcnak lenni, gyere le oda, aztán verd a csalánt a répáddal, aztán majd meglát. Ugye meg közben a gyerekeket kellett nevelni, meg a vitt, aztán millió probléma volt, ami neki ott nincs, hát persze, hogy nagy arcos. Még van neki más problémája, nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit, csak hát ugye ott más a szint.
onnan nézve én is tudok okos lenni, innen nézve próbálj okosnak lenni. És akkor rájössz, hogy innen nézve nem olyan egyszerű. Tehát ezen a képen is rajta van a mi történelmünknek a lényege, mert hogy az a fajta varázslat, tessék észrevenni, hogy Arthur hol is ért? Fizikailag? Hol? Írország? Na, hogy igen, hát, így van. Na most azért tessék majd észrevenni, hogy az íroknak az ászlója piros-fehér-zöld. Például. Vagy a baszkoknak az ászlója is piros-fehér-zöld. Csak ilyen angol zászló kinézése van. Tehát ilyen X is van rajta, vagy kereszt is van rajta, de a színei azok piros-fehér-zöld. Vagy elmész, érdemes elmenni Svájcba a Humboldtbe, menjetek el, nagyon jó. Ilyen faházak vannak, mint Erdélyben, de nagy emeletes, két emeletes, meg három emeletes is van, talán három emeletes is van, de két emeletes biztos van. Faházakban élnek a régi faházak, mert aztán csináltak most modern épületeket oda, csatornázott, rendesen működő, minden az egész föl csatornázva van, tehát nem az van, hogy potyatos budi van, hanem teljesen színvonalas. Teljesen színvonalas, és drága. Tehát Svájc az a mi pénztárcánkhoz drága, azt hozzá kell tenni. Az háromszor annyiba kerül, mint itt minden. Tehát drága nekünk. A szálloda is drága, meg minden drága. Mi egy olcsóbb szállodába szálltunk meg, mert annyi pénzünk meg nem volt. Úgyhogy amennyi kellett volna ilyen, de az sem volt sokkal jobb, csak drágább. Mert megnéztük, hát mondom, ez jó lesz nekünk ez is, és jó is volt. Na hát innen folytatjuk szünet után, és akkor készüljetek valami jó kis kérdéssel, még a lélekre majd vissza fogunk térni, mert az irgalmas és érdekes. Tartsunk egy kis szünetet.